Sajnos megszokott látvány, hogy nagy mennyiségű szemét érkezik a Tiszán Romániából és Ukrajnából. A Zero Waste egy határon átnyúló projekt, amelynek célja, hogy csökkentse a hulladékvíz és talaj minőségére gyakorolt hatását. A határon túli régióban, Kárpátalján ugyanis a nem megfelelően kezelt, folyamatosan növekvő hulladék mennyiség komoly kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre. Ezért a projekt részeként hulladéklerakó épül, de a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges berendezések beszerzését, valamint szilárd hulladékgyűjtő pontok hálózatának kialakítását is magába foglalja. Ez a projekt, csak hogy tudjam érzékeltetni a nagyságát, Beregszász járásban, Jánosi településben fog megvalósulni, amely több mint 200 ezer lakost fog érinteni. Célja a szilárd hulladék szelektív gyűjtések kezelése és feldolgozása. De másik missziója is van. A projekt úgy valósul meg, hogy közben háborús helyzet van az országban. Mi mégis egy békés környezetben tudunk dolgozni. Ez Ukrajnában egy példaértékű projekt, amely mintaként kell, hogy szolgáljon. A partnerek 2022. januárjában nyerték meg a projektet, amelynek költségvetése közel 8 millió euró. Az erre elnyert Európai Uniós támogatást Magyarország Energiaügyi Minisztériuma közel 1 milliárd forinttal egészítette ki. Tisza Európai Területi Társulása kedvezményezettje a projektnek, ez a megyei önkormányzatot, a Kárpátalja önkormányzatát, illetve Kisvárd önkormányzatát tartalmazza a Tisza Európai Területi Társulás. Egy régóta nagyon fontos projekt valósul meg, reményünk szerint év végéig. A szilárd hulladék mennyiségét szeretnénk csökkenteni, ami a Tiszába, illetve az élővizeinkbe kerül. Ennek a keretében épül egy szilárd lerakó, ami hiányzott eddig Kárpátalján, illetve Beregszász mellett Jánosiban, és a hulladék válogatásba is remélhetőleg ennek eredményeképpen előre tudunk lépni. Nagyon régen betelt már a beregszászi lerakó, semmilyen Európai Uniós szabálynak nem felel meg. Remélhetőleg ez a projekt a következő 10 évre biztosítja a szilárd hulladék megfelelő lerakását a beregszászi járásba, hiszen nem csak Beregszász városban, hanem a beregszászi járásra is kiterjed ez a projekt. A kivitelező cég 2023 áprilisában kapta meg a munkaterületet az előkészítő munkák és a tervezési feladatok elvégzésére. Ezek a folyamatok jelenleg is zajlanak mind a helyszínen, mind a háttérben. A projekt főbb adatai az egy 2 hektáros lerakó, ez így nagyjából egy 4 foci pályát kell elképzelni, illetve egy 15 ezer négyzetméteres kezelőtér, hozzátartozó úthálózatokkal, szociális épülettel, mérlegházzal, kiszolgáló csarnoképületekkel, amik eszköztárolására szolgálnak, artézik úttal, üzemanyag úthálózattal és a hozzátartozó teljes körű infrastruktúrával. A terület az bekerítésre fog kerülni, illetve védő erdősáv lesz telepítve a területen. A projekt vége 2023. december, a tervek szerint ekkora befejeződnek a munkálatok.